bal, és a bal kettő, azt, és a bal kettő. Ezen a versenyen teljesen új típussal fogunk indulni, eddig nem versenyeztünk még Hyundai-jal, és most a Fordot ezt erre cseréltük. Túl vagyunk az első fél napon itt a kvalifikáció, nagyon jók a benyomásaink, egy fantasztikus autót kaptunk a Lovász Paliék csapatától, és azt gondolom, hogy minden esély megvan arra, hogy ezt a mai kvalifikációs első helyet holnap tudjuk tartani. Komoly stratégiával készültünk, különben a mai napra nem is hiába választottuk tegnap a 15-ös rajtpozíciót. Tényleg összeraktuk fejbe az egész napunkat, hogy hogyan fogunk menni, melyik pályán, milyen gumikat használunk, milyen beállításokkal megyünk. Aztán szerintem sikerült is. Nekünk is volt egy hibánk a negyedik gyorson. Az egyik ilyen visszafordítóba sajnos kicsúsztunk, ott hagytunk egy 10 másodpercet, de aztán újra felépítettük az előnyünket a többiekkel szembe, úgyhogy 10 másodperc előnnyel várjuk most a folytatást.
Aszfaltra nincs benne gumi, sima jobb és 30, és felkiáltós bal 3, nagyon hosszú. De várakozásokkal telén indult, hiszen inkább azt gondolom, hogy sok bizonytalanság volt ebben a dologban. Kedden ültünk az autóba először, és egyértelmű, hogy Miskolchoz képest én sokkal jobban versenyeztem most. Nekem mindig is tetszettek ezek a nagyon tempós beállós murvák, úgyhogy az én nézésem szerint tavaly is, hogyha nincs műszaki hibánk, akkor ott lettünk volna az elejébe. Akkor nem tudtuk bizonyítani, most viszont kiadta, és külön öröm az, hogy a csapatnak is megszereztük az első győzelmét, a Hankuknak is megszereztük Murván az első győzelmet, illetve hát Lacinak is, hiszen ő még abszolút nem volt elsősor. Egy fantasztikus eredmény, nagyon boldogok vagyunk, én is nagyon örülök neki. Én nagyon kemény mai napon vagyunk túl, volt négy hosszú gyorsasági, de reggel úgy álltunk oda az első célvonalra, hogy ma nagyon keményen fog menni, és esélyt sem hagyunk a többieknek a győzelemre, mert úgy beszéltük a Ficivel, hogy ez a győzelmet azért megdolgoztunk, úgyhogy de be is jött, és igazából nagyon sikeresen összeállt a mai napon.